Tus Balázs, Gorán Beleuc, valamint Petrovics Dávid is. Nagy valószínűséggel, hogy nem lesz több távozónk, de még a jövő héten meglátjuk, hogy esetleg lesz-e még egy vagy két játékos, aki nem marad nálunk. Urbin Peti a 16-oson belül, jó! És ott a gólunk! A Dunaújváros Pase labdarúgó csapata számára rövid volt a nyári szünet, ugyanis az MB2 utolsó fordulóját május 31-én rendezték. Az együttes június 23-án hétfőn megkezdi az edzéseket az MB1-es szezonra. Hogy de jó volt! Ahogy balra nézett és jobbra tette ki a labdát már. A héten szerdán megkezdődött a felkészülés, pontosabban ennek az orvosi része, illetve a felmérések. Ez a szerda csütörtök pénteki napon történnek meg, és jövő hét hétfőtől pedig már edzések lesznek, ahol van egy 5-7-es periódusunk a bajnokság kezdetéig, és ez alatt kell minél tökéletesebben felkészülnünk a bajnokságra. Az előzetes tervek szerint csak úgy, mint a téli felkészülési időszakban a csapat egyhetes ausztriai edzőtáborozáson venne részt. Ott a lehetőség! Most végre elérkezett az idő, a sajtótájékoztató másik napirendi pontja a stadion felújításának kérdése. Ahhoz, hogy hazai pályán tudjunk bajnoki mérkőzést játszani, ahhoz a villanyvilágítást meg kell valósítanunk. Ez most a tervezési fázisban van. Ki fogják írni a közbeszerzést, hiszen ez egy állami finanszírozásból történik, mint tudjátok, 600 millió forintot kap az Egyesület ugye a stadionnak a fejlesztésére. Ha a világítás nem készül el a bajnokság kezdetére, úgy a D-Pase együttesének idegenben kell lejátszania a hazai mérkőzéseket is. Az NB1 2014-2015-ös kiírása július 25-én kezdődik. Petnázi, gól! Ott van a gól! Hát mondtam, hogy meg lesz! Szombaton is szeles, de egyre derűsebb időre számíthatunk, csak néhol fordul elő zápor. 23 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. A rendőrség munkájának hatékonyságában nagy szerepet játszik a lakosság segítsége. Sok a kártevő a földeken, így nagyobb hangsúlyt fektettek a védekezésre, a fertőtlenítésre. Horvát játékossal erősít a D-Pase labdarúgó csapata. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!